Sziasztok! Ezen a héten Attilával a sebességmérésről fogunk beszélni nektek. Na nem kimegyünk trafipaxozni ide a Vegyész utcába, hanem hálózati eszközök közti kapcsolatokat fogunk még nektek. De miért is kell nekünk sebességet mérni? Hálózati linkek, hálózati szegmensek telepítése után jó, ha tudjuk, hogy mit bírnak azok az eszközök, amiket oda letelepítettünk. Nagy Isten ügyfélnek meg kell mutatnunk, hogy mi az a sebesség, amit ott át tudunk tolni az adott kapcsolaton. de nem csak a sebesség a lényeg. Mire kell még figyelnünk Attila egy ilyen hitelesítésnél? A hálózatunknak a többi aspektusát is érdemes ismerni. Tehát a sebessége, ahogy te is mondtad, az nem minden. Nyilván ezek a különböző hálózati paraméterek valamilyen formában összefüggenek, de a hálózatok szempontjából tudunk beszélni késleltetésről, hogy mennyi idő alatt megy át egy csomag a hálózatunk egyik végéből a másik végébe, vagy mondjuk egy egy adott eszköz, amit a hálózatba, illetve hogy a késleltetésünk az mennyire stabil, változik bármi miatt. Ez az, amit Jitternek hívunk, hogy a késleltetés milyen formában változik. Ez a két dolog ez egyértelműen tudja befolyásolni azt, hogy meg a maximális sávszélességet tudunk elérni egy-egy kapcsolaton keresztül, hiszen vannak összefüggések közöttük. Így van, de hát ugye általában az ügyfelünket, aki tőlünk, ezt a kapcsolatot, a sávszélesség fogja érdekelni, de hát jó tudnunk, hogy van egy csomó csomó egyéb más paraméter, amik befolyásolják ezt a sávszélességet, amit nekünk szolgáltatni kell. Beszéljünk először a rossz szokásokról, hiszen ugye a sebességmérésnek millió és millió módja létezik, vannak rossz beidegződések. Kezdjük mondjuk a MikroTikbe beépített bandwidth teszttel. Ugye ez egy ilyen grafikus Winboxon át elérhető túl. Elindítjuk, ellenoldal IP címet megadjuk, és akkor ott ír nekünk valami sebességet. De hát ugye ez egy szálon mér, ha jól tudom. Ö, igen, régebben egy szálon mért, most már több szálon mér, de ez még továbbra sem mondja azt, hogy ez a jó megoldás. Ugye elsősorban az szokott lenni a problémánk, hogy van az eszköz, amivel az eszközt mérjük, és a kettő eszközről kiderül, hogy ez valójában egy eszköz, tehát az eszközzel saját magát mérjük. Um... Sokaknak nem feltétlenül egyértelmű, de ilyenkor az eszközünk erőforrása két dologra oszlik el. Az egyik az, hogy a csomagokat fogja majd megpróbálni továbbítani. Ez az, az aspektus, amit szeretnénk megmérni, hogy mennyi csomagot tud továbbítani, vagy mekkora sávszélességgel tudnak ezek a csomagok haladni. A másik aspektusa pedig az, hogy, hogy ezeket a csomagokat elő kell valahonnan állítani. Tehát a CPU-nak egy jelentős része majd azzal fog foglalkozni, hogy a csomagokat generáljon, illetve ha a, a visszajönnek róla mindenféle statisztikai adatok, hogy ezek a csomagok megérkeztek-e, akkor azt valamilyen formában összesíti. Ez azt jelenti, hogy az eszközünk erőforrása rögtön két dolog között fog megoszlani, tehát nem a maximális elérhető sávszélességet, vagy nem a maximális elérhető paketrátát fogjuk látni, hanem azt, hogy az eszköznek mennyi erőforrása marad még a csomaggeneráláson túl arra, hogy azokat a csomagokat továbbítsa is. Tehát akkor, ha jól értem, tegyük fel, hogy egy egyszerűsített példán éljünk, letelepítettünk kettő darab eszközt, valamilyen egyszerű kapcsolat van köztük, legyen az vezetékes, vezeték nélküli, meg akarjuk mérni azt a szakaszt, akkor ne abból az eszközből indítsuk a mérést, Így ahonnan van. az a szakasz elindul, hanem egyel lépjünk kintebb, és honnan azon két eszköz között mérjünk, és a két közbűső eszköznek akkor csak a csomag lesz a feladata. Pontosan. Akkor ö, beszünk még ilyen rossz szokásokról. Vannak ezek a mindenféle böngésző alapú tesznet és egyéb mérések, hiszen ott már nem az eszközt mérjük, hanem kijebb jöttünk, az miért nem jó nekünk? Um. Ilyen esetben, a Speed Test legalább a, a multi Threading meg a több szálon keresztül történő mérés miatt az már egy jobb lépés, mintha csak egyetlen-egy darab TCP sessionel próbáljuk elérni a, a maximális átvihető sávszélességet, ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy ez nem egy kontrollált környezet. Tehát egyrészt a számítógépen ben majd lesz egy browser, ami ugye nyilván nagyon jó, mert már mindent lehet benne csinálni. Láttunk már háromdimenziós tervező szoftvereket, Mekintos Classic, OS, Mac OS Classic emulátort, mindent megírva benne. Tehát végtelenül is, Ugyanakkor nem a legoptimálisabb formája annak, hogy mi programkódot futtassunk a számítógépen. Tehát nagy valószínűséggel itt már mindenképpen lesz valamiféle a, olyan, olyan aspektus, ami befolyásolni fogja a mérésünnek a képességeit, tehát a számítógépünknek a kapacitása is limitálni fogja, hogy mit fog tudni elérni. Azon túl nem tudom, hogy ki mennyire tudja garantálni, hogy a számítógépe maximálisan 100 az erőforrásának a 100%-ában csak a, a mérésre koncentrál. Természetesen ez nem fogja befolyásolni a mért hálózatnak a működését, hiszen a mért hálózatnak a működése meg a számítógépünk között nem lesz feltétlenül sok kapcsolat, de uh, nem tudjuk garantálni, hogy a méréseink azok konzisztensek lesznek. Tehát egy mérés nem mérés, azt szokták mondani, hogy legalább validálni kellene, és igazából hármat jó mérni, hiszen akkor, ha kettő közelebb van egymáshoz, az valószínűleg azzal akkor. közelebb a Ez a de nem csak a mérésünk egyik vége ilyen bizonytalan, hanem a mérésünk másik vége. A Speedtest-net az egy elosztott szerverekből álló architektúra, több magyar szolgáltatás hozta egy-egy ilyen Speedtest szervert magánál, de hát azt nyugodtan elmondhatjuk, hogy abban biztosak lehetünk, hogy azt nem csak mi használjuk az adott élőpillanatban, hanem még rajtunk kívül sokan mások. És természetesen függ a hálózatunk kapacitásától, amit szeretnénk lemérni, hogy ez ez mennyire korlát, hiszen ha mondjuk egy néhány száz megabites kapcsolatot szeretnénk lemérni, vagy egy néhány tíz megabites kapcsolatot szeretnénk lemérni, akkor ez nem feltétlenül okozhat a, a, olyan nagy fejfájás, hogy úristen, mi vagy, ha ezt sem tudjuk elérni, mert a speedtest szervert annyian használják. Mm. Nagyobb, seb, nagyobb sebességeknél ez már valóban veszély lehet, illetve a, mér, a mért hálózat az nem csak az általunk vizsgálni kívánt hálózatot jelenti, hanem még utána a mi internetszolgáltatónkat, az internetszolgáltatónak a kapcsolatát a másik internetszolgáltatóhoz, ahol a szinteress szerver van. Tehát nem csak a saját hálózatunkat mérjük le vele, hanem azt, hogy még egyébként jó az internet előfizetésünk mellé. Ilyen tipikus probléma tud lenni, hogy az ember épít magának valamiféle uh, vezeték nélkül linket szeretné lemérni, és utána csodák csodája, hiába ráírva a dobozra egy 1600 megabit, ami megint egy külön vicc, de mindegy, uh, mégsem ér el mondjuk 50 megabitnál többet is. Na, na nagyon mérges lesz, fölhívja azt az embert, akitől ezt az eszközt vette, és közben kiderül, hogy neki egy 50 megabites internet kapcsolata van valamilyen Magyarország internet szolgáltatóhoz. Tehát akkor elmondhatjuk, hogy az ilyen nyílt, mindenki által használható mérések, ezek arra jók, hogy egy szolgáltató jött hozzám, bekötött valami internetet, ott közvetlenül kábelen rádugok az a szolgáltató eszközére, elindítok 3-4 mérést, és hogyha 3-4 mérésből 2-3 azt a számot mutatja, ami a szerződésemben van, akkor megnyugodhatok, hogy egy jó netet vettem. De ennél pontosabb dolgot akkor ne várjunk el tőle. Nem nagyon, így van. Így van. Mindig koncentrálnunk kell arra, hogy mit szeretnénk validálni. Természetesen, hogyha mi építettünk magunknak valamit, egy vezeték nélkül kapcsolatot két épület között, vagy bármi más olyan hálózati, komplexebb hálózati dolgot, ami nem egyértelmű, hogy mennyire fog, milyen performanciát fog nyújtani, akkor nekünk mindig az legyen a célunk, hogy azt és csak azt a szakaszt validáljuk, mert minden más, amit még belemérünk, az potenciális hiba forrás lehet. Az előbb már elhangzott a szálaknak a száma, akkor itt át is kötnék egy másik rossz szokásra, amit szoktunk látni. Ö, vegyük ki az úgynevezett third party résztvevőt, és tegyünk le a két épület. Nagyon jó példa volt. Leteszünk egy FTP szervert ide, a laptopunkra átmegyünk a másik oldalra, és azt szoktuk nézni, hogy FTP kapcsolattal próbálják validálni azt a sebességet. Ö, ugye az FTP csak egy szálon működik. Ez Így hol, hol viszi el nekünk az eredményt? A... Alapvetően az egy szál az önmagában, ha 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 csak azt nézzük, hogy mi egy valós uh viselkedést szeretném vizsgálni, ez nem feltétlenül rossz, hiszen ha mi FTP-zni fogunk ezen túl mindig, ez, a, ez a mi elsődleges célja a hálózatunk használatának, akkor majd, hogy nem számunkra teljesen mindegy, hogy a hálózat milyen más körülmények között milyen, mit fog produkálni, nekünk az FTP-re lesz szükségünk. Viszont, ahogy mondtad, az egy szállal nem tudjuk feltétlenül lemérni a hálózatunknak a kapacitását. Több olyan aspektusa van ennek, amit fontos érinteni. Az egyik az, hogy a modern hálózati eszközök jellemzően már nem egymagos processzorokkal rendelkeznek, hanem valamiféle többmagos, esetleg elosztott architektúrával. Itt ahhoz, hogy a forgalom meg tudjon oszlani ezeken a lehetséges forwarding komponenseken, tehát CPU magokon, vagy network processzorokon, valamilyen formában az eszköznek meg kell, ezeket a csomagokat el kell tudni osztani ezek között a, a, a forgalomfeldolgozó komponensek között, amik ugye lehetnek akár különálló interfészek. És gondoljunk csak egy LRCP kapcsolatra, ahol több párhuzamos linkünk van és azon keresztül próbáljuk megosztani a forgalmat. Ha ezt egy flumnak a megosztásával próbálnánk megtenni, az nem jó eredményeket hoz azért, mert a csomagok, amiket elküldünk, bármi apróság miatt az egyik CPU-nak éppen van valami más dolga, valamilyen hihetetlen fontos dolgot végez, ami miatt nem tud éppen átforgadulni egy csomagot, és emiatt mondjuk egy csomagcsere a forgalomban, vagy az egyik interfészen még kiment valami másik forgalom, és emiatt az egyik csomag később ér oda, mint, a, mint a, 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 az utána következőnek kellene. Az mind, mind csomagcseréhez vezet, ami Tipikusan TCP esetén azt fog eredményezni, hogy vissza fog esni a kongession és alapvetően nem fogjuk tudni olyan gyorsan, vagy azt a maximális sávszélességet elérni, amire az eszköz képes lenne. Ez az egyik aspektusa. A másik aspektusa pedig az, hogy semmiféle garancia nincsen arra, hogy egy több processzorból álló uh, hálózati eszköz, a egy maggal is képes, hogy elérje a maximális hálózati átviteli sebességet. Márpedig, ha ezt a gondolkodásmódot folytatjuk, hogy a, a hálózati operációs rendszerek mindenképpen megpróbálják elkerülni azt, hogy össze-vissza keveredjenek a csomagok átvitel közben, ezért logikusnak tűnik, hogy ha van egy flunk, tehát egy forrás IP cím, egy cél IP cím, adott esetben még annak egy port párja között a a felépült TCP vagy UDP kapcsolat, akkor azt valószínűleg egy network processzor fogja megkapni, vagy egy CPU-mag fogja megkapni egy multikor eszközben, és onnantól kezdve a mi korlátunk annak a CPU-magnak a kapacitása lesz, nem pedig az egész hálózatnak, nem pedig az egész eszköznek. Ahogy mondtad, ez az FTP dolog egy szálon, ez egy ilyen nagyon-nagyon steril próbát jelent, és nagy valószínűséggel a tényleges hálózati használat esetén nem egy szálunk lesz, hanem ennél sokkal több szálunk lesz, tehát a hálózatunk potenciálisan sokkal többet fog majd tudni teljesíteni, mint amit mi ezzel az egy szállal tudunk látni. Emlékezz vissza a router tesztre, amit itt csináltunk amikor évelején, ott tudtunk ugye megerőltetve rögtönözni 8000 szálas méréseket futtattunk, tehát, és az még mindig meg se közelíti egy valós, mondjuk egy szolgáltatói úternek a forgalmát, tehát akkor a számra figyelni kell. Na de egy csomó rossz példát hoztunk már, akkor kicsit beszünk arra, hogy akkor hogyan kell jól sebességet mérni. Ugye elhangzott már, hogy ne abból az eszközből indítsuk a mérést, amit hitelesíteni szeretnénk, hanem lépjünk egyel kiebb, kössünk arra valamilyen mérőműszereket. Így van. A mérőműszereinket, hát ugye ezek lehetnek vagy céleszközök, drága pénzért megvásárolt, vagy hogyha azt mondjuk, hogy nem céleszközöket használunk, akkor azokat hitelesítsük mi magunknak. Laborkörülmények között fogjuk meg azt a két laptopot, vagy azt a két routert, amit mi most mérőeszköznek neveztünk ki, egy olyan egy egyszerű kábelkapcsolattal kössük össze, indítsuk el a sebességmérést, és nézzük meg, hogy úgymond szűz környezetben mennyit tudnak ezek magukból. Hiszen ugye ennél csak rosszabbat fogunk tudni mérni a terepen, ennél jobbat sosem fogunk kihozni belőle és hogyha van ott egy kapcsolatunk, amitől elvárunk egy X mennyiséget, akkor itt a hitelesítésnél legalább X plusz valamennyit kell, hogy tapasztaljunk, addig, addig, nem mondhatjuk azt, hogy jó eszközt választottunk, míg az elvártat ők maguk nem tudják maguk között kihajtani. Akkor figyeljünk, hogy mindenképpen valamilyen több szálas mérést alkalmazzunk, ha TCP-ről beszélünk, tehát hogy több flow fusson, illetve nem beszéltünk még, hogy akkor L2-t mérünk, L3-at mérünk, ugye ha, ha, nem egy linket mérünk, hanem egy komplett hálózatot, egy felhőt, akkor figyelnünk kell az IP címzésre. A mérőeszközök olyan IP címeket vegyenek föl, amik rútolva vannak a hálózaton. De korábban itt beszélgettünk, mi már itt a felvétel előtt az L2-es mérésről, és ott mondtál ott némi trükköt, hogy azért be lehet alkalmazni. De... Igen, tehát Layer 2 kapacitás mérés, hogy azt mérjük, hogy az eszközeink hogyan tudnak kereteket, mondjuk Ethernet kereteket továbbítani. Ilyen esetben a legegyszerűbb módszer az, ha van egy eszköz, aki egy adott IP címmel generál forgalmat, egy másik ugyanabban a subnetben lévő eszköz felé, és ilyenkor, ugye mivel egy szabnetben van, gyakorlatilag az a követelménye, hogy ez folytonos léerkettő hálózat legyen, és ott megnézzük az átviteli képességet. Természetesen, ha vannak céleszközeink, ott simán mondhatjuk azt is, hogy nem kell nekünk ez a harmadik réteg, meg a negyedik réteg fölötte, hiszen úgyis mi lérkető kapacitást mérünk, azt mondjuk, hogy ez a forrás megadressz, azzal a cél a kommunikál és kész. Ez teljesen jól tud működni egy-egy linkes környezetben. Ha viszont mondjuk LACP-t használunk, a, vagy a hálózatunkon belül van olyan rész, ami mondjuk egy komplexebb lérkedő hálózatot uh, vegyünk uh, figyelembe, ahol többszörös link van, és mondjuk azon valamiféle ilyen Ether Channel vagy, vagy LACP megoldásunk van, akkor ott rögtön nekifutunk annak a problémának, hogy bizony egy forrás és cél megadresz között az eszközünk majd csak egy darab útvonalat fog kiválasztani a párhuzamos utakból, és akkor lényegében nem az egész hálózatnak a kapacitását fogjuk megmérni, hanem annak a hálózat, többszörös hálózati kapacitásnak egyik komponensét. Ezen már tud segíteni az, hogyha a forgalomgenerátorunkban használjuk az ip réteget is, hiszen a, a, az LACP algoritmusok Alapból tudják használni a hármas rétegbeli, illetve még néhol a négyes rétegbeli információkat is. Tehát, ha a csomagnak van IP rétege, és van fölöttem mondjuk TCP vagy UDP, akkor az alapján uh, tud képezni egy olyan, olyan hash-t az egyik eszköz, ami továbbítja a csomagokat, vagy a kereteket, hogy kiválasztja, hogy melyik Ethernet interfészre jusson erre rá, és így, ha több flóval mérjünk, tehát több párhuzamos szállam mérjük, akkor azok nagy valószínűséggel, ha más nem, port varianciát fognak eredményezni, tehát eltérő lesz a hash, tehát mindegyik link kaphat nagy valószínűséggel forgalmat, és akkor már nem egy linknek a kapacitását mérjük a párhuzamosok közül, hanem az összes linknek az együttes kapacitását. Tehát ezt összefoglalva, vagy, vagy inkább leegyszerűsítve, ha l mérést akarok, akkor is adjunk ip a mérőeszközöknek, mérjünk l 3 mert az ott kapott eredmény sokkal jobban fog hasonlítani a valós használatban lévő eredményre. Így van, meg a hálózatunk kapacitását is jobban mutatja, és mindenképpen fontos, hogy több szállat használjunk, tehát több forrás és CLP cím, vagy több forrás és szám között menjen a, a forgalom, hiszen így akkor bekapcsoljuk a párhuzamos utakat is a forgalomba. Akkor nem maradt más hátra, mint hogy nézzünk gyakorlati példákat arra, hogy hogyan lehet megvalósítani ezeket a méréseket. Viszont ez már a következő epizódban lesz. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőgombot, hogy mindenképpen értesülést kapjatok arról, mikor az az epizód megjelenik. Sziasztok! sziasztok.